Dicsérni jöttem a legkanizsaibb minőségi író-költő esszéírót, Mohai V. Lajost. 65 éves mi volt a kapcsán, a szülővárosa Nagy Kanizsa nevében. A tavaly decemberben megjelent könyv az író városi barangolásairól, tapasztalatairól, a kanizsai sörről és a múltbéli italozások hangulatáról szól. Nagy Kanizsán születtem, a Rózsa utcában, ugye az egy mítikus utca az én számomra, egy eposzt is írtam róla, a Rózsa utca retrospektívet, és ami a legfontosabb ebben a történetben, vagy az lehet, hogy hosszú idő óta készülök egy prózakötetre, aminek az a címe, hogy a Kanizsai Hidegház, ugye az a, tudja micsoda, a temetőben a ravatalozó, igen, és ez a címe, ez egy nagy lélegzetűnek szánt, mert ugye 10-12 év óta írom, különféle részei megjelentek ez a Pinta Ceruza Sörös Ládában is részben része az. Ez négy olyan nagy regényből állna, vagy betétből állna, vagy nagy fejezetből állna, amelynek az egyik része a utazás a gyermekkor mélyére, a családi sírbolt, vagy családi kötelékek, fejezetek a város életéből, aztán az életrajz alattomos munkálkodásai, ezek lennének a nagy fejezetei a műnek. Ugye ebben gyakorlatilag benne van az összes olyan tapasztalat, amit egyrészt gyerekkoromban a 60-as évek kanizsájáról, a világ, tehát a kanizsájáról el tudnék mondani, főleg mi ebbe a különös a Kanizsai Hidegházba. Ez a temető ravatalozója, és mikor nagyapám halála után, öregapám halála után, aki 6 éves koromban meghalt, kijártunk a temetőbe a nagyanyámmal, akkor ez a épület mindig hát nem nehéz megfogalmazni, ezért fogom majd néhány száz karakterbe megírni ezt, hogy mit jelent. Tehát azt gondolom, hogy ez lenne az origója egyrészt a családtörténetnek, a családi haláloknak, Kanizsának, meg hát valószínűleg engemet is majd onnan visznek ki. Mohai V. Lajos középiskolás korában verseket írt, később elkezdett irodalomtörténettel foglalkozni. Több könyvet írtam Kosztolányiról, 20. századi írókról, közép-európai írókról, és aztán 50 éves korom után úgy döntöttem, hogy visszaírom magamat az irodalomba, mert ilyen értelemben, és utána megszületnek azok a prózák, amelyek részben már elkészültek, megvannak, újraírom őket, dolgozni kell minden nap, ez a dolognak a lényege. Most éppen leginkább versekkel jelentkeztem, úgyhogy a Tinta Ceruza a Sörös Ládában az ugye egy vallomás a városról, a söréről és Bohumér Ábáról, akivel találkoztam, ugye akinek szintén a sörgyár volt az egyik életének egyik legfontosabb momentuma. Ez egy olyan kötet, amely szól egyébként a városról, az én városi barangolásaimról, a kanizsai sörről, a kanizsai sörösökről, szól Bohumér Ábáról és szól Prágáról. Így adódik össze, és van neki egy különleges specialitása, ha úgy tetszik, hogy 1904-nek a négy telén volt egy cseh sörmester a kanizsai sörgyárban, és ez az úriember, ez vendégül látta Haseket, és sikerült találnom két olyan írást, ami soha nem jelent meg. Egy pozsonyi barátom lefordította, az is szerepel a könyvben, Haseknek a két kanizsa írása. Szerették ezt a kötetet, mindenki másképpen szerette. Igazából egy fontos kritika volt, a Szále Lászlóé az élet és irodalomba, de hát őt régóta ismerem, és tudja, hogy ez miről szól, és az a címe a bírálatának, vagy a kritikájának, hogy a regényépítő, tehát ennek a Kanizsai Hidegház című regénynek a felépítésében látta ezt meg, ami igaz is egyébként, de nem feltétlenül. Bár azért a bevezetőjében, meg az első fejezetekben jelzem, hogy ezek a történetek miért születtek meg. Állandó az összegző, mondhatom létösszegző kérdés, szerettünk-e eleget? Adódik a válasz, nem, de van mégis. A szerző a következő időszakban mindenképpen szeretné befejezni a Kanizsai Hidegház című 12 éve készülő prózakötetet.